helyszín az MT Sporttelep, a Mosonmagyaróvár, az MB2-ben 16. Mosonmagyaróvár a Kisvárdát fogadta. 5 évvel ezelőtt találkoztak legutóbb tétmeccsen, akkor 2-1-re nyert a Kisvárda még az MB2-es bajnokságban a Mosonmagyaróvár vendégeként, és itt most labdát szerez Ilijevszki helyzetben, a bal alsót vette célba, de Slakta kapus szépen gördült le, és védte az amúgy nem túl erős lövést. Egyébként a Kisvárda kezdője 7 helyen is változott a legutóbbi Kecskemét elleni bajnokihoz képest, csak Karabejov, Melnyik, Kovácsics és Leoni maradt a Kecskemét elleni kezdőből. Itt Melnyik indul el éppen, kicsit fölpattan neki a nem túl jó talajon a labda, de ez így tökéletes volt számára, és ballal nagy gólt ragasztott a jobb alsó sarokba Melnyik, és ezzel a találattal megszerezte a vezetést a kisvárdai alakulat. Még az első félidőn végén, a 45. percben esett a gól, Melnyik villanása tehát. És ez már a második játékrész. Leoni középre, és nagyszerűen érkezik Navratil, és ezzel a góllal megduplázza előnyét a vendég alakulat. A Mosonmagyaróvár egyébként bízott a bravúrban, az előző fordulóban a Füzesgyarmatot verte 2-1-re, de itt ezen a meccsen a Kisvárda egyértelműen jobban teljesített. Itt Makovszki próbálta megjátszani a labdát, de ez nem sikerült számára jól. Aztán ötvös még mindig ott van mellette Navratil húz befelé, többen is megérkeznek a 16-oson belülre, ötvös fölnéz, ez jónak tűnik, ott a középre fejelt labda, ez a kapufáról visszajön, majd aztán Ilijevszki segíti be, Makovszki fejelte le egyébként, és így 3-0-ra nyer a Kisvárda a Mosonmagyaróvár vendégeként. Tudtuk, hogy nehéz lesz a pálya, és az ellenfél is mélyen fog vérekezni, úgyhogy erre készültünk. Tudtuk, hogy a széleken tudjuk megbontani őket, ez ült is. Mondtam, egy pár helyzetet kihagytunk az elején, de a végére maga biztos siker lett szerencsére. Maximálisan koncentráltunk végig a mérkőzésre előtte is, az edzéseken is, az előző nap és a meccs előtt is, és a meccs folyamán végig ez látható volt. Ugye nehezen törtük fel az óvári védelmet, sokszor mögé kerültünk, ez bizonyította a 12 szögletünk is az első fél időben, sokszor mögé kerültünk, de ugye nagyon sok labdát kifejeltek, ott egy kicsit váltanunk kellett a bontásokat illetőleg. Maximálisan bejött, amit terveztünk, ugye egy percig nem forgott veszélyben, úgy gondoljuk a továbbjutásunk. Az első fél idő végén sikerült gólt szereznünk, és a második fél időben pedig ugye frissítettünk, jöttek be játékosok is a kispadról, úgyhogy sikerült még két szép gólt szereznünk. Főleg az első fél időben szerintem szervezettek és zártak voltunk. A nagy helyzete talán nem is nagyon volt az ellenfélnek, kisebb lehetőségeik voltak inkább. Kicsit sajnálom, hogy ott az utolsó pillanatban kaptunk egy gólt, talán egy minimális esélyünk lett volna, akkor még a másik fél időben tovább zártan, vagy szorosan tartani a küzdelmeket. Nyilván a másik fél időben utána már eldőlt a mérkőzés, ott már kijött a két csapat közti különbség.